Üdvözöllek szeretettel. A nő munkája a férfi kérdőjel címmel volt egy interjú, hát jó 2,5 évvel ezelőtt velem, és nagy port vert annak idején. Gondoltam, hogy azt láttam, a téma nem avult el, úgyhogy időszerű visszatérni hozzá, úgyhogy ezért lesz, hirdettem mára egy előadást, ami felkavarta az állóvizet, többen újraolvasták az interjút, és érkeztek kérdések. Azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb talán ez a videóforma, miért ne lehetne erre is használni, hogy kérdésekre válaszolni. És Marietta írta egy hosszabb levelet, ebből gondoltam, hogy idézek most, és aztán mondom, amit ezzel kapcsolatban érzek. Ezt írja Marietta. Azzal, ahogy a nőt a férfi szolgálatába kívánod állítani, lényegében megfosztod attól, hogy elsődleges ember legyen, hogy joga legyen saját magára. Ez, ő szerinte, rasszizmus. Nekem nagyon fontos az, hogy nem a férfi szolgálatába próbálom állítani a nőt. És ez kapcsolódik ahhoz, amit ír, hogy elsődleges ember legyen. Az a megfigyelésem, hogy annak működik az élete, aki nem gondolja magát elsődlegesnek. Ez egy ilyen általános megfigyelésem, hogy az élet akkor működik, ha az ember békét talál azzal, amit a dolgának érez. És az, amit a dolgomnak érzek, ami nekem a hasznosulásom, amivel én értéket adok a világhoz, az automatikusan olyasmi, ami valahogy fontosabb nálam. Az én mondásom nem az, hogy a nő a férfit kéne szolgálja, hanem az, hogy a férfi és a nő is valami fontosabbat kéne szolgáljon. Szerintem a férfi eleve ott kezdődik, amire így lehet használni ezt a fogalmat, hogy talál valamit, ami az ő ügye, dolga, küldetése. Innentől férfi a férfi, hogy megjelenik ez a szemébe, ez a szinte megszállott ilyen, de hogy mégis jó értelemben ez a csillogás, ez a ragyogás, hogy neki így van egy küldetése, ő végre felvállalja, ő beleáll, ő ezt érzi a dolgának, ezekkel együtt ő megy és csinálja. Itt kezdődik a férfi, hogy szolgálatot talál. Számomra az férfi, aki megtalálta a szolgálatát. És ebből kifolyólag én nem azt gondolom, hogy a nő a férfit szolgálja, hanem azt látom, hogy az működik, ha együtt szolgálunk. Az működik, ha nem gondoljuk magunkat többé elsődlegesnek, hanem van valami, aminek a részeseként a világban hasznos szolgálatot látunk el. Azt tapasztalom, hogy az ember ettől boldog, majd linkelek friss írást, hogy megtalálja azt, amiben ő magát hasznosnak érzi. Ez egy ilyen végső vágy szerintem, a legigazabb, meg a legeredendőbb vágy. És a ki vagyok kérdésnek a válasza tulajdonképpen az vagyok, amiben hasznos vagyok. Az vagyok, ami által én értéket tudok a világhoz adni. Úgyhogy a nő nem a férfit szolgálja, hanem együtt szolgálnak. A nő a szolgálatban lévő férfit segíti. Szerintem a nő ott kezdődik, hogy segít egy férfit, és a férfi ott kezdődik, hogy talált egy küldetést. Belállt egy hivatásba, ügybe, sokféleképp mondom ezt. Úgyhogy ez a válaszom, hogy nem csak a nőt fosztom meg attól, hogy elsődleges ember legyen, hanem a férfit is. Én nem gondolom magamat elsődleges embernek. Én elsődlegesnek azt gondolom, hogy a lehető legjobban, ahogy ez tőlem telik, próbáljak értéket adni, próbáljak teret adni, próbáljak tapasztalatokhoz segíteni, hogy ez az út, ami mögöttem látható, az írások, az Én Akadémia, annak a tréningjei, ezek a havi, heti feladatfolyamok, ezek mind-mind arról szólnak, hogy segíteni embereknek haladni. És én ennek a szolgálatában látom magamat, nem pedig elsődlegesnek. És a nő az oldalamon, ennek a szolgálatában segít engem, és nem pedig engem szolgál. Úgyhogy ez egy dolog. És egy másik, ami egy érdekes mondat volt, amit írt Marietta, hogy olyan, mintha valami elképesztő hiányban élnél ide nekem. És lényegében ezt a hiányt szeretnéd a nő által kitölteni. De mit gondolsz, ha a nő feladja, vagy hátrasorolja a saját hobbiát, céljait, hogy a te célod megvalósításába olvadjon fel, akkor vajon hogyan lesz neki energiája, lelki ereje? Valóban elképesztő hiányba élek. Ami nem így igaz, hanem úgy igaz, hogy évről évre csökkenő hiányban élek. És nekem a hiányt nők sose tudták betölteni, ugye erről is volt egy írás, mert szintén linkelem, hogy íme az oka, amiért csak megdugtalak. Nőkkel ezt a hiányt, ami a férfi lényének közepén szerintem valóságos, és nekem élményem, és sokaknál látom, nem lehet betölteni. Hanem a hiányt azzal tudom betölteni, hogy találom, megtalálom azt, meg felvállom azt, meg belállok abba,
ami től én hasznos leszek, hogy a hiányt a hasznosulás tudja betölteni, és nem a nő. És igen, próbáltam nőkkel hiányt betölteni, nem működött. Ezzel szemben, amióta a dolgomat végzem, azóta nincs hiány. Vagy azokban a pillanatokban, azokban a percekben, napokban, órákban, akkor nincs hiány. Mikor visszazónok magamba, és az én nagyszerűségemben akkor van. Úgyhogy igenis én feladom, vagy hátrasorolom a hobbimat, a céljaimat, hogy egy nagyobb cél, egy számomra értékesnek tűnő ügy szolgálatába dolgozzak. Én azt látom, hogy nekem ez erőt ad, nekem ez ilyen katartikus boldogságot ad, hogy ülhetek itt, és ezt mesélhetem, és én azt képzelem, ami fura vízió révén, hogy ez másoknak hasznos, és ez nekem ilyen euforikus örömet okoz, hogy hasznosnak érzem magam. És azt látom, hogyha egy nő egyszer a büszkeségét letéve, és egy férfi által lenyűgözötten valóban beleáll abba, hogy ő hisz, ő erősít, ő bölcsesség csatornájaként részt vesz abba, ami egy közös küldetés, akkor a nő ugyanígy töltődik ezáltal. A nő, aki merül, az nincs a helyén, vagy nem jól csinálja. Ha egy nő egy férfivel helyesen kapcsolódik, akkor abból neki katartikus örömmel fakad. Ezt látom magam körül. Ugyanúgy, ahogy nekem meg ebből, hogy most itt ellátom a szolgálatomat. Köszönöm a figyelmet. Ja, és várok szeretettel mindenkit ma este. Vagy később csütörtökön.